rajzolt népmesék. Hogyan született meg az ötlet, és mennyire működik? Erről kérdezem Sántel Műke, néprajzkutató, kézműves, újságíró kollégámat. Szervusz, Műke! Szervusz, Jutka, üdvözlöm a nézőket! Ez így nagyon jól hangzik, hogy még kollégák is vagyunk, és rádiós újságíró is vagy, és még kézműves is. Voltál már nálunk adásban, 2015-ben, és szerintem kezdjük azzal, hogy nagyon édes az a történet, ahogy megszületett az ötlet, hogy lerajzold a néptalokat. Te 90-től tanítasz néptánctáborokban. Igen. Egyszer csak szükségét érezted valami megoldást találni arra, hogy az egészen picitől a nagymama korúig átad a népdalokat, és akkor... Igen, ez volt a kiváltó oka, hogy különböző korosztályokkal, különböző módon kell foglalkozni, illetve más-más tempóban. És elég nehéz összehangolni a kisgyermek oktatását egy felnőtt gyermekével, vagy egy szép idejű emberével. És akkor egyszer csak bekattant az ötlet, hogy azoknak a gyerekeknek, akik még nem tudnak olvasni, de már ott vannak a táborban, ajánlatos lenne talán lerajzolni a népdalokat. És akkor így készült el ennek az ötletnek a mentén az első dalos, rajzoldalos könyv, a Kis Pacsirta, amit 2015-ben adott ki a Kallós Alapítvány. Bocsánat, Emő, ne felejtsd mi, amit mondani szerettél volna. Igen. Hogy tudsz te ilyen szépen rajzolni? Örököltem. Igen. Mindkét szülőm szépen rajzolt, apám iparművész is volt, de anyu is szépen rajzolt, úgyhogy ez benne volt a kezemben. Csak egy kicsit várt, hogy kijöhessen, tehát ez mondom 2015-ben történt. Igen, és akkor megszületett a Kis Pacsirta című kötet, azt annak idején mi bemutattuk itt, igen, az Erdélyi Figyelőben. Igen. És ami nagyon tetszett, hogy szintén abban az évben, vagy párhuzamosan, vagy ugyanakkor a Bíborban, Bársonyban, ez egy öltöztető könyv. Rá egy évre, az szintén azzal a céllal készült, hogy a gyermekeket valamilyen úton-módon megfertőzze a népzene és a népi kultúra vírusával, bár nem jó most vírusról beszélni, de ez de értjük, jó értelemben. Igen. És készítettem egy öltöztető babás könyvet, amit úgy kell elképzelni, amilyenek voltak a mi kislánykorunkban, kartonbaba, alsó ruhában, és akkor a kifestett népviseleti darabokat szépen ki lehetett vágni, és rátűrni a baba vállára, derekára, tehát lényegében felöltöztetni. És milyen jó, hogy nem csak a rózsaszín barbit öltöztethetik, hanem az igazi népviseletet is játszhatunk a gyerekek. Igen, a Kallós Alapítvány, a Zoli bácsi múzeumából válogattam ki a népviseleteket, amit ehhez a könyvhöz lerajzoltam. És úgy volt kitalálva, hogy volt egy készrajz, amit kivághatott a gyerek, illetve volt egy olyan, amin csak a kontűrök voltak, és azt ő esetleg kifesthette, és azt is a babára tűrögethette. Ennek biztosan nagy sikere volt. De azt mondd el, hogy a rajzolt népdalaidnak mennyire volt sikere a gyerekek körében? Tehát valóban segítette ez a népdaltanítás? Nagyon segítette, mert nem csak arról van szó, hogy rajzok voltak, hanem CD melléklettel készült, amelyen gyerekek énekeltek, gyerekek muzsikáltak, és felhasználták ezt az énekes könyvet anyukák, tanítónénik, óvónénik, múzeumpedagógiai foglalkozáson is, de hallottam énekelni belőle, sőt öltöztetni a másik könyvből, a Magyar Napokon Kolozsváron, a Farkas utcában, úgyhogy jók a visszajelzések, ezért is folytatom a munkát. Én most nagyon óvatosan nyúlok ahhoz, ami itt a kezemben van, szólok a kollégáknak, hogy próbáljuk megmutatni. Óvatosan mondom, mert félve adtad ide, ezek az eredeti rajzok, és nagyon nagy munka van rajta. Ez az eredeti rajz a következő nagy tervemhez, ami lényegében a Kis Pacsirta rajzolt dalos könyvnek a bővített kiadása, folytatása, amiben már nem csak 5 tájegység, hanem 9 tájegység szerepel. Elmegyek a moldvai falvaktól egészen Szatmárig, amikor majd kész lesz a projekt. Ez, ha jól számolom, 63-65 népdal lerajzolva. Szintén az a koncepció, hogy gyerekek énekeljék el a dalokat, illetve gyerekek muzsikálják le a dalokat.
lehet, hogy most nem lesz CD, mert hogy már lassan a CD kimegy divatból, egyre inkább mindenféle szinten téren másfajta adathordozókat, ezeket a számítógépbe csatlakoztatható adathordozókat használják, és akkor lehet, hogy azon lesznek majd a rajz, illetve a dalok. Emő, én itt most mutatom ezt a rajzot, a nézők látják a rajzot, kérem még egyszer a kollégákat mutassák, és akkor itt a hátán olvasom közben a népdalt. Igen. És akkor... Te tudod fejből, hogy mit írít? Nem mindeniket, mert vannak... Napom, napom, fényes napom. Süslerejen világosan, ne csak mindig homályosan. És akkor hogy zajlik a tanítást? Most engem hogy tanítanál erre? Mutatnád ezt a rajzot, csak akkor... Úgyhogy kivetíteném a rajzot jó nagyba, igen, úgy, ahogy a hátunknál látszik. Igen. Feltenném a CD-t, illetve a kis sticket a számítógépbe, és végtelenítve akár le lehet játszani. És akkor a gyerek látja is... egy-egy sorhoz vagy két sorhoz társít egy rajzot, és meghallgatja többször, ahányszor kell. És a ritmus hogy megy itt? Tehát próbáljuk meg, vagy zavarba jössz, ha most arra kérlek, hogy próbáljuk meg elénekelni. Most legalább inkább az első... nem énekelném. Ne. De kíváncsi vagyok, hogy a ritmus hogy jön a rajzon. Napom, napom, fényes napom, süss le. Nem a szótagokat kell számolni, hanem a sorokat. Értem. Jó, akkor nem játszunk ezzel. Csak úgy megkívántam én is, mint egy gyermek. Tehát szerintem biztosan működik. Emő, a tavaly elnyerted a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját. Igen. Ez is egy rajzos feladat tulajdonképpen. Ez a rajzos feladat. Ez a rajzos feladat, de pontosan mondd el, hogy mekkora munkát igényel ez a projekt, milyen volumenű projektről van szó. Lényegében három projekt, ami egymáshoz kapcsolódik a gyermekek révén. Az első évben, mint már mondtam, ezt a 9 tájegységet kell végigjárjam, tehát Moldva, Gyímes, Mezőség, Kalotaszeg, Szilágyság, illetve Szatmár, és akkor még van Maros-szék, Udvarhely-szék, most nem mondtam pont sorba, és mivel Fehér megyei gyerekekkel dolgozok, ezért az IA ponton az a magyar lapádi népdalok, tehát kap egy falu külön, még lesz rajzként megjelenítve 7 dal lapádról. Nekem ez nagyon sok munkának nagyon tűnik. Nagyon sok munka, és azért is mondtam, hogy tegyük le a vizeket, mert vízfestékkel dolgozom, nehogy véletlenül kiömöljön. Ide adod, azt is kérlek. Ez a moldvai gyímesi rész. Megengedett, hogy most már az előzőt kivettem engedély nélkül, de kérlek, engedd meg. Majd visszateszem. Hogy mutassam meg a nézőknek, mert nagyon-nagyon szépek. Ez egy nagyon közismert ének egyébként, tavaszi szél utat száraszt virágom, virágom, minden búrján társat választ, virágom, virágom. De én azt úgy ismerem, hogy tavaszi szél vizet áraszt. Igen, variációk egy témára vannak, igen, lehet válogatni. Hát én immár kit választak, virágom, virágom, te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Az utolsó rajz az a feketés, az az egyik kedvencem, bújjunk egymás árnyékába. Nagyon szép, nagyon-nagyon szép. Na, tehát ez lenne az első év, a második évben folytatnám a baba öltöztetőt, igen, szintén az ösztöndíjas programban, amit most kiegészítenék használati tárgyakkal, illetve mindegyik tájegység kapna egy festett ládát kartonból, amit a gyerek kivág, összehajtogatja, és a ruhákat bele lehet tenni. Tehát ez lenne a módosítás, a tovább lépés, fejlesztés. Igen, az elsőhöz képest. És a harmadik évben pedig egy olyan foglalkoztató füzetet áll szándékomban készíteni, ami kimondottan a gyerekek finom motorikáját célozza meg. Nagyon keveset dolgoznak, megfigyeltem, hogy nem tudnak tűt venni a kezükbe, nem tudnak varni, nem tudnak elvágni valamit egy ollóval, anélkül, hogy megsebeznék magukat. Tehát... mert nem kézimunkáznak eleget. Nem, tehát ez már kiment. Igen. Divatból kész. Nagyon sok mindent előkészítenek az óvonénik nekik, és akkor neki csak össze kell ragasztani. Tisztelet a kivételnek, nem akarok senkit megbántani. De túlságosan megkönnyítjük a gyermekek dolgát manapság. Na, és akkor kitaláltam, hogy készítek nekik egy gyöngyfűző példatárat, amiben elkezdi kézzel és nájlonszállal, damillal, igen, két szállal a matatást, a fűzést, a különböző ritmika szerint, tehát hogy mit tudom én, két fekete, egy fehér, most ezen értem a ritmikát, és eljutunk oda a végén, hogy kezébe veheti a tűt.
tehát ez lenne a harmadik évben. Illetve, mivel kutatói munka is társul az egész rajzoláshoz, gyöngyfűzéshez, hát Fehér megyében kutatok, és most az idén a gyerekek éneklési szokásaival foglalkozom, mennyibe van benne az életükben a népdaléneklés, a népi gyermekjátékok, használják-e ezt az lehetőséget, népdalt, népi gyermekjátékot az óvonők arra, hogy a gyerekeket tanítsák, közel vigyék hozzájuk a miénket, a mi kultúránkat. Tehát ezzel foglalkozom, kutatom, leírom. De emő, itt értsem azt, hogy gyűjteni igen, is jársz. Lényegében tehát az. Te rajzolod, tanítod, igen. De gyűjteni is jársz. Ez is. Ez is időigényes. Időigényes, de mivel rokoni szálok fűznek Fehér megyéhez, ezért pont ezért esett rá a választás. Egyrészt közel van, másrészt a szállás nem probléma, tehát ha lemegyek egy hétvégén, akkor biza tudok haladni a munkával. És tanítónők, óvónők számára is hasznos. Hát főleg nekik. Főleg nekik szól. Persze szülőknek is nyilván, mondtam már a visszajelzésekből az érzés, lényegében ők kérték, amikor a kispacsirtát már másodszor is ki kellett nyomni. Mert hogy megért egy második kiadást is a kispacsirt, annyira népszerű volt. Akkor kiderült, hogy ez kell, és hogy lesz-e már folytatás, mert ezeket a dalokat tudjuk. És akkor mondtam, hogy hát valószínű lesz, de hát rá kell szánjam magam, mert ez nem olyan, hogy pikpak kész van. Bele lehet fáradni, van, amit nagyon nehéz lerajzolni. Például a bánatot, a szomorúságot, nem elég, ha egy szomorú arcot rajzolsz, vagy egy-egy fogalmat. Ez komoly alkotói munka tulajdonképpen, nem egy rutin. Van, hogy elakadok, és akkor igen. Napokig töprengek rajta, hogy hogyan is fogjam meg a végét, aztán egyszer csak beugrik, és akkor lerajzolom. Hát emlő, ez mindez nagyon szép, és nagyon szívderítő, hogy van, aki ilyesmivel is foglalkozik, és ilyen örömet okoz számos gyereknek, meg pedagógusnak, meg könnyíti a munkájukat. Meg. Sőt, meg. A gyermekek motorikus képességeit is fejleszti. Tehát több szálon hasznos ez a munka. Igen. Sántej Mőke, köszönöm szépen. Rádiós munkádból már nem is kérdezlek, hogy tudod összeegyeztetni. Azt el sem mondtuk, hogy még gyöngyöt is fűzöl. A gyöngyfűzést, a rajzot, a népdaloktatást, a kutatásokat a rádiós munkával, de hát gratulálunk mindenkinek. Rapszodikus munkaidővel és időbeosztással. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.